Na, sziasztok, Rákosi Gergely vagyok, vállalkozó, rendszergazda. Itt jelenleg a Fedora közösséget képviselem, de úgy általánosságban mindenféle open source dolgokban szívesen benne vagyok. Amiről fogunk beszélni, egy kis barátságos beszélgetés lesz, az ugye úgy van meghirdetve, hogy Fedora az oktatásban. Nem akarom így lebontani, úgymond brandre, hanem nézzük, hogy Linux az oktatásban, ha már ilyen konferencián vagyunk. Tehát úgy általánosságban Linuxot hogy tudjuk bevinni az oktatási szférába, illetve különböző szempontok szerint beidézzük, hogy milyen nehézségek vannak, mit kéne tennünk ahhoz, hogy jobban működjön az open source az oktatási intézményekben, stb. Úgy gondolom, hogy kb. Három szemszögből kéne megvizsgálnunk. Az egyik ugye az a üzemeltetői vagy rendszergazdai szempont, tehát amikor valaki egy iskolán belül üzemelteti az IT rendszert, és ő neki mit kell tennie, hogy kell felvezetni a tanárok felé azt, hogy na mostantól akkor open source lesz, itt ott, ott, stb. A másik szempont az ugye az intézményvezető, azaz a tanári szempont, tehát a tanárok hogy viszonyulnak az open source-hoz, az is egy külön dolog, hiszen ott is elég sűrűn lehetnek problémák, akadályok. Nézzük csak a legalapvetőbbet, hogyha azt mondjuk, hogy mostantól kezdve open source desktop van a 10-ből mondjuk egyen, akkor az nincs benne a tanárnak a könyvében. Mit fog csinálni? Nem fogja most azt a gépet úgymond külön oktatni, hanem azt kiejti, és csak a standardet fogja tanítani, az, ami a könyvben van. Jó, és akkor van egy harmadik szempont, ami tulajdonképpen, és ez kiment a fejemből, megnéztük ugye egyszer azt, hogy igen, a diák szempont. Tehát, hogyha diák szemszögből, az azt jelenti, hogy ugye van egy IT óra, rendszergazda, esetleg közelben van, az összes gépen open source operációs rendszer van, gyerek meg, hogy viszonyul hozzá. Van, aki ugye egyből azt mondja, hogy igen, tudom csinálni, és le fog ülni el, és kattingat, és működik, van, aki pedig nem fog hozzáérteni, és innentől kezdve visszafelé elkezdeni menni. Tehát aki múlik a tanáron, mert akkor a tanárnak úgy kell kezelni a dolgokat. A tanár pedig csak akkor fogja úgy kezelni, ahogy kéne, hogyha a földről a vezetőség ugye azt mondja, hogy igen, már pedig ez lesz. Na, szóval, melyikkel kezdjük, teljesen mindegy, szerintem. De mondjuk kezdjük a nehezebbikkel. Az intézményvezető, azaz magukat, az embereket rávenni az open source-ra. Mit tudunk tenni? Ahhoz, hogy az oktatásban, egy intézményben használjunk Linux-os rendszereket, szerintem nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy itt egy gép, lemutatjuk az oktatónak, a tanárnak, azt mondjuk, hogy pár dolgot megmutatunk, hogy akkor ez neki hogy tetszik, kezdjük el használni. Ez így nem fog működni, mert nincs rajta nyomás. Ahhoz, hogy elérjük azt, hogy ez valóban legyen egy iskola vezetve az open source, ahhoz föntről kell valamilyen erősebb hatást gyakorolni. Nem tudom, kinek van tapasztalata, ki az, aki tanár esetleg, nyilván ti nem, vagy te igen? Nem? Tanárok vagytok? Oké. Mi a tapasztalat, hogyha ti próbálkoztatok már ilyennel? Tehát bevezetni open source-ot, vagy ilyesmit? Csak Linuxot használtam. Csak Linuxot használtok. Oké. Ez hogy történt meg? Simán jóvá hagyta a vezetőség? Mindig volt ez a tiszta szoftverre, ami neki a probléma. Igen. És akkor hát én már jól foglalkozom Linux-szal, és akkor a igazgatónk is bement ebbe, hogy ő rajtamból valóban. Az ő nyomásra is, akkor mindenki kívánta, hogy sírna a Windows-a meg a Office-ot. Én aztán elfogadták, hogy így működik, meg aztán akkor még voltak ilyen szakképzési támogatások, ahol nagyon sokkal legalább a laptopot, azon a fektet, ami Linux lesz. És ti akkor oktattok informatikát? Így van, informatikai szakképzési iskola vagyunk, itt az is csak Linux. Aha, oké.
Mi van akkor? Nem tudom, hogy milyen könyvből oktattok, mert ugye én nem tudok olyan könyvről, ahol open source-os képernyőképek lennének a könyvekben. Hát, könyvet nem használunk, hát a közismert informatikából ahhoz a heti 1-2 órához közleges a gyerek. Aha. Könyvet, jó, elmondom, miért én azt látom az iskolában, hogy én rendszergazda vagyok, nem oktatom az informatikát, csak rendszergazdást tudom a gépek felett, úgymond. És azt láttam, hogy, hogy a tanárok könyvekből oktatnak. Tehát én hiába rakok fel nekik bármelyik gépre egy Linuxos rendszert, és elmondom nekik mondjuk 2 órában, hogy nagyjából hogy működik, ők azt mondják, hogy nem, mert hogy nincs könyv, nem tudják, ezt pedig újra kell tanulni. Hát mivel nálunk voltunk a tanárok, hogy tanárok voltunk, azt mondjuk ezt elvégezni. Ebből a szempontból igaz átvanunk ezt. A gyerek számára meg abszolút nem számít, mert mivel személyzők, akik legkönnyebb rámkálnak el. A gyerekek? Nem gyerekek. Aha. A kollégákkal volt egy kis ellenállás, de ő is megszokott. Az a kis ellenállás, az mit jelent? Körülbelül 3-4 hónap rámkálnak, hogy támogatóak vagyunk velük. Tehát bármilyen problémájuk van, mindig segítünk neki. Lassan ők is rájöttek, hogy csomó macerát, mint a vírusokra való küzdelem, és nagyon sokan szeretettel használják. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy akkor viszonylag könnyebb a bevezetése az open source-nak egy iskolában, hogyha az informatikai, a koti karbantartás, tehát a rendszergazdák is vagyunk. Igen, rendszergazdák is vagyunk, és talán kívülünk. Igen, tehát hogyha elmondhatjuk, akkor könnyebb, hogyha az informatikus, aki oktatja, akkor rendszergazda is. És ugye nyilván a vezetőség is beleegyezik, hogy akkor ez legyen. És ilyen még nem volt visszhang esetleg otthonról? Szülők felől semmi, csak van egy óra, aztán kész, leadjátok? Hogy jöttem vissza? Hát azt, hogy mondjuk otthon ugye Windowsban például. Csak érdekesség szempontjából. Ez a szülők egyszerűen nem probléma, mert ugye a szoftvereket nézzük, amiket használunk az órán. Így a forrás igazából nagy részük Windowsban is megvan. Tehát lehet a internetről föltelepíti, ha nincs is Linux otthon, de előbb-utóbb úgy veszem észre, hogy a gyerek úgy is próbálkozik. Ha más nem, akkor kéne valami live formában, pendrive-ot, vagy ilyesmit, amelyet használja. Értem. Na hát ez egy jó hír, és ez egy jó iskola ezek szerint. Sőt, hát azt szoktuk ezt indokolni, hogy így aztán a gyerek nincsen rákényszerítve arra, hogy szoftvereket lopjon, és így tovább, vagy a szülő. Így van, tehát ez egy másik probléma. Van ilyen kollégám, hogy ugye azt mondta, hogy a beadandókat például csak akkor abban az esetben hajlandó elfogadni Microsoft. Készítette, hogy ha a tanuló melléki a számlának a másik adatát, mivel igazolja, hogy megvásárolták ezt a szoftvert. Az igen. Mert dolgozott olyan, nem baj gondol elszaladni a szoftvert. Jó, hát ez egyik kész. Oké, egyet értünk, agree, azt hiszem. Jó, tehát akkor úgy néz ki, hogy ebben az esetben, hogyha ugye ti úgymond multifunkcionálisak vagytok, akkor ez így könnyebben bevezethető. Na, az én tapasztalatom az az, hogy sok esetben itt ez a probléma. Mit lehetne ilyenkor csinálni? Ugye nézzük a gyakorlati részét. Ugye lehetne például a tanároknak egy oktatást adni, az infotanároknak, hogy akkor nézzük meg az open source, gyűjjünk össze tanítás után egy óra, egy hónapon keresztül gondolom, vagy kettő. Így van, ezt akartam mondani, meghirdetjük, nincs kiadva ugye felsőzetés szempontjából, meg még nem tudják, hogy milyen lesz, nem fognak eljönni. Tehát az a bajom, hogy tanár szempontjából én úgy veszem észre, hogy fentebbről kéne ezt elindítani. Tehát, hogy nem lehet valahogy ott az oktatási minisztérium és környékéről kéne lefelé nyomni szerintem ezt az egészet. Az úgy, hogy tiszta szoftver szépen megszüntetünk, hogy ahogy van, mint ahogy más környezországban nincs ilyen tiszta szoftver. Már nem annyi, hogy a másik esetében értem ezt, hogy az állam fizeti a licenciákat, ezt szépen meg kéne szüntetni, és akkor az iskolák a jelenlegi jövő helyzetüknél fogva nyilván megkeresnék a megfelelő alternatívát. Hát ebben most nem tudunk belemenni, de lehetséges. Szerintem meg alapvetően tévhitek vannak, olyan tévhitek, hogy Linuxon nem lehet érettségizni. Legalábbis úgy tudom, hogy lehet, de mondtam egyszer az előbb, hogy ezt meg lehet csinálni, és ilyeneket közül, hogy Linuxon nem lehet érettségizni, szerintem először el kell oszlatni a tévhiteket.
mert addig, amíg ezek a tévhitek a tanárunkba, illetve az alkalmazottakba érnek, addig nem tudunk előre lépni. Hát én úgy tudom, hogy pont most az egyik előadás erről szólt, nem, hogy lehet érettségizni. Így van, tehát igen, tehát akkor itt úgy néz ki, hogy akkor információ hiány is van az iskoláknak, tehát hogy nem tudnak bizonyos információkat pontosan, és ez is probléma lehet. Viszont olyan problémák az érettségére azért vannak, hogy azért mindig visszavehető a feladatsóra, mindig elmondják, hogy abból tesz fel a Linuxra is, hogy hogyan lehet megoldani. Egy kicsit azért mindig a Linuxra jelent a pálya. Ez valószínűleg a tiszta szoftver hatása. Tehát hogy az ők tolják az iskolák, mondom, ez a szerződési jelen, hogy a Microsoft részéről az iskolában, akkor ez legyen már tanulnak bizonyos részig. Tök jó, csak ezt szokják meg a gyerekek, a diákok, és onnantól kezdve otthon is Péterke majd a Windows szeretné használni. Jó, tehát tanár szempontból ugye ez a szerencsésebbik felállás. Lehetséges ugye az még, hogy esetleg oktatást tartani nekik, ami szintén problémás lehet. Én azt látom járható útnak, hogy föntről nyomással letolni az open source-ot, hogy figyeljük, ez van, benne van a kerettanterv, ha jól tudom, vagy valami ilyesmi, hogy igenis az IT-nak tartalmaznia kell az open source-os részeket. Tehát valahogy bele kéne vésni a könyvekbe, hogy igen, egy hónapban két órát foglalkozzanak vele. Bevezetésnek kerül majd, talán két év múlva, hogy fognak egy fél évet foglalkozni, vagy egy évet maximum a Linux rendszer ismerkedésével. Vagy is inkább ilyen lesz, hogy felhasználjuk őben. Két év múlva? Azt hiszem két év múlva. Annyi idő nincs is. Hát ez nagyon sok. Az nagyon sok. Tehát ezt akkor kicsit előbb kéne. De akkor ez azért már van valami ilyen. Hát valami ilyen, hogy van, hogy valamikor talán nekünk vezetni lehet. És tudja még a Linux-i szívban is. Mostani okaikban már benne van. Akik 9-től tanulják az OK-t, van nekik Linux. Van nekik Linux-os ismerete. Jó, ezek már apró csírák, de ez jó, csak még kell egy kicsit akkor ezen csiszolni, de akkor ez már alatt jó lesz. Jó, a másik szempont az a diákok, amit meg kicsit belementünk, hogy ugye gyerekekből könnyedén azt mondjuk, hogy simán tudják használni a Linux-os rendszert. Itt ugye megint felvetül egy olyan fajta dolog, hogy probléma egy kérdés, hogy akkor oké, de milyen disztribúció, milyen ablakkezelőt használjuk. Itt megint egy ilyen kérdés fog felmerülni. Ugye van 10 disztribúció, legyen 4 disztribúció, ami vezető disztribúció. Azokon belül van legalább 3-4 féle ablakkezelő. Ezt hogy fogjuk standardizálni, megint felmerül a kérdés. Mond. Szerintem még egyszerűen, hiszen mindegy, addig, amíg hasonlít a Windows-ra, addig szerintem mindegy. Van egy menü, van egy tárca, innentől kezdve mindenkinek tud találni, minden alapvető. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Windows-ra kell, hogy hasonlítson? Szerintem igen. Így kezdődve teljesen másik diszközben. Nem tudom, látok, akkor mi van? Csak nézzük gyakorlatilag példákat. Mivel használunk. Oké. És hát a erősebb gépeken ott cinnamon megy, a gyengébeken meg hát abban van több, mert a jócérdi régebbi gépeink vannak, akkor meg az XFCE. És tök fel vannak a jelenlőkei, és használják. Nekem azt mondták, hogy azért van Windows is a gépen, mert a Linux-a nem megy a GTA 5. Te ezt pont jól mondod. Egy játék. Azzal a játék, amivel szeretne játszani, az csak Windows-on megy. Ezért kell a Windows. Egyébként utálja, nem szereti, de játszani szeret. És a Windows neki egy platform. Nem a Windows-t használja, hanem a játékot használja, ami nem megy Linux-on. És dual bootot csinál, mert a Linuxon tanul, meg dolgozik, meg olvasgat, de Windowson játszik, mert csak itt tudja megoldani a dolgot. Tudod meg akkor az elérhetőségemet neki. Tudod? Egyébként megvárom, csak kérdés, hogy milyen gyorsan. Az hardware függő. Tehát most, ha te játszani akarsz Windowson vagy Linuxon, tök mindegy melyiken játszol, mind a kettő kell adni erőforrásodnak. Minél jobb géped van, ez igaz Windows Linuxra is, minél jobb a géped, annál jobb lesz a játék élményed. Ez mindegyikre igaz, tehát tök egy Windows vagy Linuxon játszunk, na mindegy. Jó, tehát a gyerekek akkor azt mondjuk, hogy tudják használni különböző ablakkezelőket, mindegy milyen disztribúciót használunk, de mégis azért valami meg kéne ezt standardizálni, hogy legyen elfogadott egy informatika teremben. És akkor tudnak érettségizni is, ugye? Na akkor az is megvan. Jó, tehát ez a diák szempont, ezt tudunk
üzemeltető is. Ja, bocs, mondd meg. Arra mondom, hogy feltenni mondjuk 5 környezetet, és akkor bejelentkezését tudna választani. Na, azt nekik mond. Tehát ők a tanárok mit szólnak hozzá, hogyha lenne 5 környezet, és nektek 5-féleképpen kéne a diákoknak. Igen, azt az egyetlen mondja, hogy egységes legyen. Tehát egységesnek kell lennie. Tehát nem lehet 5-féle. Persze, de a diák akkor választ másik környezetet, ha a másik környezetben tud tájékozódni, úgyhogy... Na jó, de hogy van egy... Leadtuk egy anyagot, igaz? Tehát azt nem lehet azt, hogy az egyik anyagba úgy csinálja, a másikba így, mert másik környezet. Nem, hiszen a környezet, nem a környezet a tananyag, hanem a környezetben elindított program. Tehát teljesen mindenki a program, melyik környezetbe fut. Ezt ti tudjátok, én nem tanítok. Jogilag is lehetnek problémák, mert pontosan meg kell határozni, hogy mely szoftvereken lehet érettségizni. Tehát hiába van 6-féle ablakkezelő mondjuk az Ubuntuhoz, csak az Ubuntu érettségi Remix érettségén elfogadott. Nem használhatsz Ubuntu Gnome-ot vagy Ubuntu Mate-et, hanem csak az Ubuntu érettségi Remix-et használhatod érettségén. Szerintem ezt a bürokráciát el kell törni, javaslatot kell csinálni, amiben a legyen egy javaslat, amiben a tanár kötel segíteni, de attól függetlenül, hogyha a diák úgy gondolja, hogy más környezetben is tud dolgozni, akkor az más, hogy tud dolgozni a diák más környezetben, és más az, hogyha órád van, és neked azt kell csinálni, amit a tanár lead anyagot. Tehát az teljesen más. Az biztos, hogy muszáj sztenderdnek lennie, valamit lefektetni, és azt oktatni, nektek befogadni, vagy diákok befogadni, megtanulni, levizsgálni belőle. Az egy más dolog, hogy esetleg van délutáni klub, nem tudom, ilyen szabad foglalkozás, és akkor lehet használni 5-féle ablakkezelőt, nem tudom, programok, meg stb. Tehát azt lehet csinálni, de muszáj tanár szempontból, tanároktató szempontból, muszáj fájtani egy standardet, hogy mi az, amit ahol csinálunk. Ez sem muszáj. Ez olyan, mint egy matek könyv. Az is kinyomják, nem tudom, már példányban, aztán az van. Igen. Tehát ez nem tudsz mit csinálni. Aztán, hogyha ez megvan, levizsgáztál, vagy megvan az óra, utána még utána játszhatsz bármilyen ablakkezelővel. Tök jó. Sőt, ennek még őrülsz az IT tanár szerintem. Tehát biztos, hogyha látod, szorgalmas vagy, érdekel a dolog, és működik, és csinálod, szerintem tök jó. Az érettségével kapcsolatban van egy emelszintű érettségi, ott nekünk volt olyan problémánk, hogy a gyerekeknek el kell menni kijelölt vizsgáztató helyszínre, és több esetben kerültek olyan iskolába, ahol a rendszer az abszolút nem értette ez a rendszerhez. Csak hogy a remixet szépen betolta a gépbe, nem is volt megfelelő a konfiguráció, és elmondta a gyerekünk, hogy jövő elfelejtettek a tanány, nem értünk könyvet szedte, és akkor emiatt keresett. Igen. Jó, ami másik ugye ehhez kapcsolódik, az üzemeltetési rész, nézzük abból a szempontból is meg a dolgokat. Ott itt üzemeltetési részen kevesebb a jogi kérdés, ott inkább szakmailag tudunk belemenni. Most beszélgettem itt a novellás srácokkal, nem tudom, hogy ti mennyire beszéltetek velük. Ők is csináltak egy ilyen open edus programot, hasonló, mint a Sulix. Én be is regisztráltam, de kíváncsiak, hogy mit tud. Azonban megint az a érdekes dolog állt elő, hogy tulajdonképpen ez egy érdekes, egy saját tapasztalat, tehát érdekességképpen mondom el. Ugye én kb. Ezt az iskolának a felügyeletét úgy, hát szerintem 8 éve kezdtem el csinálni, és már akkor úgy alakítottam ki a szerver részét az iskolának, ami egy virtualizált rendszer, tehát a szerre épül, Citrixen, és azon belül futnak a szerverek. Ugye nyilván van két Linuxos szerver, egy Windowsos szerver. A Linuxos rendszer az nagyjából a szokásos OpenElt, a PostfixMT, a DoveCode, Radical, ilyen naptár, meg címjegyzék szerver, Samba, FTP, jól emlékszem, akkor Glamov, hát és az ehhez tartozó egyéb segédprogramokból épül fel. Tök jól lehet menedzselni, parancsolosan. És ugye telt az idő, és a Sulixot így megtaláltam, és érdekes módon ugyanazokat véletem felfedezni benne, mint amiket
már használunk az iskolában. Annyi különbsége, hogy szépen előtte van egy webes felület, ahol te így kattingatod végig a dolgokat, és nem kötyögöd ezért konzolban. Tehát itt nem tudom, hogy ki mit használ, vagy ki mivel találkozott. Nem tudom, ti használtok valamilyen rendszert, ilyen Sulixot, vagy valamit? Melyiket? Zentia. Az egy kattingatós, abban is meg ugye szamba, meg aztán összerelt. Aha. Igen, hát a másik az Zentia, igen, azzal is meg lehet oldani. Itt megint az a kérdés, hogy ha van egy kész rendszer, egy Zentia, akkor mögé te nem tudsz nyúlni, ha jól tudom. Tehát abba belenyúlsz, akkor ott bele lehet nyúlni, bátran. Utána, amikor bele lehet nyúlni, is a konfigurációban meg lehet érni, amit kívottam. Igen. Nem tudom, én egyszer így kipróbáltam ezt az NDR-t, meg a Sulixot, csak mindig ott akadtunk el, hogy nem javasolták azt, hogy mögé nyúljak. Te azt mondták, ez így van, így tudod használni, ne használd másképp. Igen, úgyhogy én ezt innentől kezdve nem erőltettem, nem is volt rá szükség igazából. De igen, ami a Squid volt, ami fontos, ugye a gyermekvédelem miatt, meg a... Milyen Guard? Squid Guard, így van. Igen. Ezekre volt szükség még az iskolában, ami külön. Volt is egy jó, hogy egy ilyen kérés föntől, hogy legyen állítva a szervereken. Ennek még a továbbfejlesztett verzió, amikor a mikrotiken fut egy squid, mert ez is megoldható a routeren, hogy fusson egy squid, ami fel tudja olvasni a szerverről lévő konfigokat, ez is megoldható, ezzel még lehet szépíteni, és akkor ugye van a Windows-os rész, amit vagy szabadszok, vagy az a tiszta szoftveren keresztül megkaptok licencelve, és felrakjátok, és akkor azt a tanárok tudják használni esetleg. Viszont tapasztalatom megint csak az egészen az, hogy hiába van nekünk csodálatosan szép szerverünk, virtualizálva, szakmailag, köpecül megcsinálva, van egy jó kis webméles felületünk, van egy jó kis imapunk, a másfél évvel ezelőtt elküldött tanároknak a jelszavába a belépést nem találtam. Tehát hiába csináljuk meg a rendszert, beletelik több mint másfél évben, hogy azt a tanárok elkezdjék használni. Nem tudom, ez megint csak titeket tudnak kérdezni, mert ti vagytok benne, hogy de nálatok mi volt a tapasztalat, hogyha van ilyen, hogy belső levelezés. Páran, igen. Igazgatónő, titkárnő, meg talán még egy vagy két ember. A szakadőszervező, meg még három infósok. Na, akkor megint, bocsánat, hogy tényleg ilyenek ötközünk mindig, de hogy akkor megint itt most mi a probléma? Akkor mit akarunk mi az open, a nyílt forráskóddal bevezetni, ha a meglévő e-mailt nem tudják, vagy nem akarják használni? Hogy akarjuk mi azt elérni, hogy ők egy teljesen más rendszert oktassanak napi szinten, hetente? Tehát ha erre nem képesek, ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehetne. És ezért mondtam azt, hogy föntől lefelé letolni, mert akkor kötelező. Tehát hiába mutatom meg, hiába Sulix kijött bemutatni, behozni a rendszerét. Amíg én másonnan jöttem, mint a Laci, nálunk én próbáltam még, amikor rendszergazdaként is üzemeltem, és volt akkor, volt ez a tiszta szoftveres, hogy ezt megszűnik, hogy akkor általában is nem használjuk, és kérjük, használták a kollégák, és azt mondták, hogy kérjük vissza a lévőt. Kérdés az, hogyha ugye nem használják a nyílt forrású belső levelezést, az zárt forrásot használnák? Azért nem használják a nyílt forrású, vagy azért nem használják, mert nincs rá szükség? Nem nincs rá szükség. Nincs rá erejük, idejük, kapacitásuk, és nincs lenyomva a torkukon, hogy figyelj, meg kell csinálni, meg kell tanulni. Hiába, te lakhatsz oda exchange-t, és akkor sem fogják használni. Tök mindegy. Akkor a szolgáltatás nem kell. És akkor mi lesz? Nincs egységes iskolai ízlét, tehát akkor az van, mindenki a freemail, gmailt használja. Most mit használ? Azt most nálunk annyi, hogy mindenki kapott iskolai e-mail címet, és akkor át nem jutották a gmailben. Nice. Na, nekem ez a problémám részben, hogy itt nem szakmailag van kihívás, mert szerintem mindenki tudja a szakmailag, aki ért hozzá, is meg fogja csinálni a rendszert, hanem itt az emberi részről van kérdés, hogy lehet ezt bevezetni?
diákok kihúzva megtanulják. Mert amíg azt kérik a tőle, legalábbis nálunk, én ezt látom, az igazgató helyettesek Excel táblákat töltenek ki, mert abban kérik a statisztikákat, és ők csak Excel táblában dolgoznak. A diákigazolvány nyilvántartás és Excel táblát kérik, és visszadobják, hogyha a dátumformátum nem olyan, ahogy ők kérik. Tehát ha a végén van pont, és kötőjelre van, ki dobja vissza? Az oktatási hivatal. Tehát mindenféleképpen megint ez van, hogy valahogy föntről kéne. Most nem most tudunk ezt megoldani, csak hogy meg kevesen vagyunk hozzá nyilván, mert most tudjuk elvéghatan, hogy ezt hogy kéne megoldani, hogy föntről indulna az egész. Tehát én nekem ez a... Tulajdonképpen ezt akartam, mint hülyén az ide kihozni az egész nagyon fantasztikus prezentációból, hogy igazából hogy nem szakmai és nem diák probléma van, hanem valahogy fentről kéne ezt letolni. És ezt kéne megtalálni, ezt a megoldást. Mondd! Tudod, mondottam, hogy a Microsoft Amerikában elindította ezt a Microsoft Labs Linux-ot, és akkor megkérdezi a Microsoft Magyarországot, hogy nos, hát ez itt Magyarországon miért is nincs. Hogy megkérdezni, hogy mi az akadály annak, hogy ők is csinálják azt, amit a külföldi Microsoft csinál. Ezt én nem tudhatom. Tehát ezt nem tudom, és nem is igazából szerintem azzal túl messzi megyünk, hogy most Microsoftos dolgokba menjünk bele. Csak tényleg én azt szeretném, hogy valahogy megtaláljuk a módját, hogy a nyílt forráskod az úgymond ilyen standard legyen az oktatási intézményekben, és ne csak egy ilyen fellángolás mindenhol, ami tart kb. Két hónapig, aztán mindenki eldobja. Mert eddig ez a tapasztalat. Hát én úgy láttam, hogy cégeket könnyen meggyőzik magát a kormányt, úgyhogy cég egyáltalán szóvá lenne, de úgy lehet, hogy kommunikálni, de a kormányon nem lehet csak úgy kommunikálni, hogy egy céggel, hogy én most bevennek és most jó napot kívánok, szeretnénk erről beszélni. Hát az biztos, hogyha ezt így nem tudod csinálni, az biztos, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz tényleg le kell fektetni egy alapot. Tehát itt mondjuk az FSF-nek elég komoly szerepe lehet. Mert ő már azért egy működő, stabil, nyílt forráskódú rendszereket van támogató egyet. Tehát ezt át kell gondolni, hogy hogy lehetne megoldani. Csak ennek én örülnék, hogyha az úgy működne. Ezt a dolog.